Migránsok késeltek meg két férfit a szerb-horvát határnál. Egy 19 éves koszovói fiatalt annyira megsebesítettek, hogy nem élte túl a támadást. 35 éves társának viszont sikerült még elmenekülnie. A rendőrök egy afgán migránst, valamint társait keresik. A horvát-szerb határhoz közel, a Batrovci határátkelőtől nem messze, ez az a terület, ahol migránsok támadtak meg két férfit. Egyiküket, egy 19 éves koszovói fiatalt halálra késelték a bevándorlók. Társának viszont sikerült elmenekülnie, ő próbált segítséget kérni. Egy 19 és egy 35 éves férfira támadt egy többfős migráns csoport itt a horvát határ közvetlen közelében. A fiatalok gyalogosan keltek át a mögöttünk látható határátkelőt, és a közeli település felé haladtak, amikor az erdőből előbukkant egy nagyobb csoport, és késekkel támadták meg őket. Az idősebb férfi a határátkelőre sietett vissza a segítséget hívni, de a fiatalok társán már nem tudtak segíteni, több szúrt seb is volt rajta, és belehalt a sérüléseibe. Az áldozatról kiderült, albán nemzetiségű volt, korábban pedig már volt konfliktusa a migránsokkal. A helyiek ezért úgy gondolják, a gyilkosság mögött bosszú állhat. A bátrovciaiakat felháborítják a történtek, nem értik, hogyan fajulhattak el ennyire a dolgok, és attól tartanak, a hasonló támadások rendszeressé válnak. Megöltek valakit, nem tudom, hogy történhetett az eset, de három páncélozott jármű és rendőrautók is jöttek a helyszínre, összegyűjtötték őket, az erdőből is elvitték, mesélte egy helyi asszony, aki azt is hozzátette, hogy veszélyessé vált a környék. A másik megtámadott férfi a sídi rendőrkapitányságon azonosította a gyilkost, a rendőrség így most egy afgán migránst keres. Csak hogy nincs könnyű dolguk, a szerb-horvát határ közelébe egyre több migráns érkezik, a helyzet pedig egyre romlik. A település szélén álló házakba is beköltöztek a határsértők, ennek a műhelynek a tulajdonosa stábunknak elmondta, nála is rendszeresen éjszakáztak idegenek, de többé nem enged migránsokat az udvarába, most már ő is tart tőlük. Képzeljék el, milyen lehet itt éjjel, honnan tudjam, ki állhat az ajtómnál, azt sem tudom, hogyan ölték meg azt a fiatalembert. Ki tudja, mikor bukkan elő valahonnan egy újabb csoport, mondta a férfi. A rendőrség kiürítette az épületeket, a migránsokat befogadó táborba vitték, csak úgy, mint azokat a határsértőket, akiket a település környékén találtak. A helyiek szerint azonban a nyugalom nem fog sokáig tartani, a bevándorlók ugyanis gyorsan visszatérnek majd a határ közelébe, hiszen rengetegen próbálnak ezen az útvonalon keresztül eljutni az Európai Unióba. Ezeket a felvételeket néhány napja készítette az M1 Batrovci közelében. Akkor még migránsok sétáltak az út mentén, és tábunk forgatott az erdőben is, ahol a bevándorlók illegális táborokat alakítottak ki maguknak. Ez pedig a csupán 10 kilométerre lévő Adashevci, ahol egy befogadó tábor is működik. A migránsok itt arról beszéltek a híradónak, a magyar határon nagyon nehéz átjutni, ezért vannak itt. Hungary police problem. A magyar rendőrök problémát jelentenek, Boszniában könnyebb dolgunk lesz, fogalmazott egy afgán migráns, aki Londonba igyekszik. Szerbiában becslések szerint 5000 migráns várakozik, aggodalomra ad okot, hogy sokuknál fegyver is lehet, ezeket pedig gyakran használják az összetűzéseik során. A szerb-magyar határ közelében már rendszeressé váltak a leszámolások. Nemrég az egyik szabadkai szupermarketnél történt halálos kimenetelű összecsapás, egy migráns a helyszínen meghalt. A balkáni országban azonban most először fordult elő, hogy migránsok nem egymás között csaptak össze, hanem helyiekre támadtak rá.